az első könyvem, hogyha követsz engem, akkor egy pár napja elérhető előrendelésben az első könyvem, ami egy kereső optimalizálásról szóló könyv lesz, és erről szeretnék neked egy pár ilyen belső információt adni, tehát inkább ilyen személyes jellegű dolgot, és talán egy kicsi inspirációt, motivációt, hogyha te is gondolkozol azon, hogy könyvet ír és könyvet adj ki. Stabil bevétel kereső optimalizálással ez lesz a könyvnek a címe. Meg tudod már rendelni most egy abszolút speciális olyan előrendelési akciónkon, ahol gyakorlatilag a könyv áráért 4-szeres értéket kapsz. Megkapod a könyvet, megkapod dupla értékben egy személyes ügyfélkonferenciát plusz ingyenes kiszállítást akár külföldre is. De nem is ez a lényeg. Majd nézd meg a videó alatt, beteszem a linkjét és rendeld meg ezt a könyvet. Nagyon régóta tervezem ezt. Én alapvetően, hogyha megnézed a közösségi média platformjaimat, ahol ezt ki lehet írni, én úgy definiálom magam, hogy író vállalkozó. Azt gondolom, hogy ahová eljutottam nagyon sok szempontból az íróiságom, az, hogy írónak definiálom, gondolom magam, ez segített, és ugye ez adta magát, hogy kellene már egy könyv. Egyrészt az úgy jól mutat, másrészt ezt mondják az okosok, hogy jól mutat, stb. És valahogy sosem ment, valahogy mindig nehéz volt rávenni magamat. Hogyha követsz, tavaly nyáron küldtem ki az első ilyen érdeklődő felmérést a hírlevél listámra, lehet, hogy megkaptál, lehet, hogy válaszoltál rá, akkor köszönöm szépen, hogy miről szóljon ez a könyv, mit szeretnél olvasni. Akkor én ezt szerettem volna kihozni már decemberben, hát ez nem jött össze, ugye most már még kabát van rajtam, de már szépen süt a nap, de december már elég jól elmúlt, április van amúgy. És utána idén megint csináltunk felmérést a címmel kapcsolatban. Akkor azt kommunikáltam, hogy májusban fog megjelenni, nem fog májusban megjelenni, ezt el kell, hogy mondjam. Tulajdonképpen mi az a nehézség, vagy mi volt az a nehézség, ami ezzel kapcsolatban nekem fölmerült, és hát ha ebben segítek neked, hogyha neked is ilyen helyzeted van, nem az, hogy megírni. Én ezt nem érzem nehézségnek, hogy megírni egy könyvet, és nyilván, hogyha te is ebben gondolkozol, valószínűleg írtál már, vannak írásai, lehet, hogy online, neked sem gondolom, hogy az okoz nehézséget, hogy megírj egy könyvet. Erre valamennyi időt félre kell tenni, és az ember meg tudja írni. Inkább az, hogy elindulni. Mindig, amikor az ember valami új dologba belekezd, akkor az egyfajta nehézség olyan értelemben, hogy nincsen kipróbált út, nincsen meg az, hogy oké, ezt így és így kell csinálni. Nálam megmondom őszintén, és ezzel most lehet, hogy nevetni fogsz, a legnagyobb akadályt az okozta, bár lehet, hogy ez csak egy ilyen fejben oda tett akadály, hogy amikor kitaláltuk, hogy meg lesz a könyv, már megvolt tehát már összeraktuk a címét, mindent, és oké, akkor indítsunk el egy előrendelési akciót, akkor jött az a probléma, hogy rendben, de ugye egy könyvnek megvolt az ára, meg minden megvolt, de egy könyvet lehet 5%-os áfával számlázni. Ugye ma Magyarországon ilyen rablási szintű az áfa, az 27%, ez azt jelenti, hogy bármit eladsz, gyakorlatilag a negyedét az állam elviszi. És ez nem olyan jó. Mindegy, hogy én 5000 forintért adom a könyvet, számlázhatom 27% áfáért, én nekem lesz rossz belőle, neked ugyanaz lesz a véges, ha áfás vagy jobban jársz. De ugye ezt nem akartam, meg hát nagyon-nagyon sokan nem áfások, nem vagytok áfások a vevőim közül, és nem akartam mondjuk 6000 forintért adni a könyvet emiatt. Úgyhogy ez, bevallom, ez egy stoppot okozott, mert egyszerűen nem volt, nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, úgyhogy én azt tudom javasolni neked, hogyha például könyvet szeretnél írni, akkor próbáld meg fölírni azokat a lépéseket, legalább azokat a lépéseket, amik most ott vannak neked gátként, és próbáld meg sorba rendezni őket, hogy mondjuk melyik az, amit először meg kell csinálnod. Ugye nálunk ilyen volt az ISB szám, amíg nincs ISB szám, ISBN szám, amíg nincs ISBN szám, addig hiába csinálok bármit a könyvvel, nem tudok belőle egy darabot sem eladni, sem így előzetesen meghirdetni, mert nem tudom leszámlázni. Úgyhogy megigényeltük az ISBN számot, és nagyon jó, mert van ISBN számom, kettő is van, mert a visszajelzések alapján
úgy jött ki, hogy két könyvet, minimum két könyvet kell írnom már indulásnál erre a témára, egy alapozó könyvet és egy haladóbb könyvet. Ugye a stabil bevételkereső optimalizálással lesz az alapozó, úgyhogy megvan az ISBN szám. Tudunk 5%-os áfával számlázni, és megcsináltam egy vázlatot, hogy mi lesz a könyvben, ezt megtalálod azon az értékesítési oldalon, ahol te is meg tudod rendelni most egyelőre előrendelésben a könyvet. És oda tettem magamnak egy olyan határidőt, ami ahhoz nem elég szoros, hogy lehetetlennek tűnjön, viszont ahhoz elég motiváló, hogy most már muszáj megcsinálnom. Ez nagyon-nagyon jól működik amúgy. Tehát egész egyszerűen ott van az értékesítési oldalon, hogy 2016. szeptemberben valószínűleg a Lurdi házban az évente szokásos ügyfél konferenciánk keretében ezt a könyvet nekem be kell mutatnom, át kell adnom, oda kell neked adnom. Most innentől kezdve ugye az óra ketyeg, ezt te látod, ezt te megrendeled, ezt te kifizeted nekem, innentől kezdve már nem tehetem azt meg, hogy na jó, még egy picit húzom. Úgyhogy ezt a két dolgot tudom neked mondani, fogok még majd föltenni frissítéseket a könyvvel kapcsolatban. Ezt a két dolgot tudom neked javasolni, egyrészt csinálj egy listát, és ez bármire, nem csak a könyvre igaz, hogy mik azok a lépések, amiket most úgy látod, hogy el kell ahhoz végezned, hogy azt az eredményt elérd, amit szeretnél. Ez lehet, hogy az első lépések azok ilyen abszolút objektív gátak lesznek, mint egy ISBN számnak a megigénylése. Egyszerűen ezeket menj végig rajta, pipáld ki, tehát amikor az elsőt csinálod, ne gondolkozz a többin, csináld meg, megvan az ISBN szám, akkor lehet tovább menni. És a másik pedig az, hogy nyugodtan tegyél oda valamilyen módon olyan határidőt, amit már nem csak magadnak vagy köteles betartani, hanem adott esetben több tucat, vagy ugye az én esetemben remélhetőleg több száz embernek, akik érdeklődnek, megvásárolják ezt a könyvet, kifizetik előrendelésben, ugye te esetedben is néznek, hogy mit tudsz hasonlót csinálni, és onnantól kezdve már nem mondhatod azt, hogy nem, vagy nem mondhatod azt, hogy nem készülsz el határidőre, mert egyrészt az már nagyobb ciki, másrészt az meg még nagyobb ciki, hogy mondjuk azért visszafizetni 100 embernek az előrendelését, mert mondjuk, nem tudom, tehát nem írtad meg a könyvet, vagy nem csináltad meg valamit. Úgyhogy ha tervezel te is könyvet, akkor hajrá, kezd el most, hogyha bármilyen módon érdekel téged a kereső optimalizálás, az online marketing, van honlapot, szeretnél honlapot, akkor rendeld meg ezt a könyvet, mert hidd el, hogy fogok tudni benne segíteni, akár teljesen kezdő vagy, akár már nagyon-nagyon-nagyon régóta gyűröd a kereső optimalizálást, úgy lesz ez a könyv megírva, hogy A. mindenki meg fogja érteni, B. mindenki, aki hajlandó mástól tudást elfogadni, mindenki fog tudni belőle hasznos dolgokat kivenni. Úgyhogy nézd meg, rendeld meg, iratkozz fel a csatornánkra, hogy kövesd azt, hogy hogyan áll ez a könyv, és hogyan haladok, és remélem, hogy tudlak téged is motiválni ezekben a videókban arra, hogyha esetleg van valami ilyen régóta dédelgeted, de régóta tologatott projekted, akkor azt megvalósítsd. Nyomj egy lájkot erre a videóra, azt is megköszönöm, és különösen köszönöm, hogy itt voltál.